Bár csak barátságos mérkőzések voltak, mégsem kivinték egymást a küzdő sportolók a Kanizsa Box Club programján. A felkészülést szolgáló tornán lányok is szorítóba léptek. A szüleim és egyben édesanyám is támogatott mindvégig. Igazából őt is furán érintette ez az egész, hogy lánylétemre egy ilyen sportot választok. Aztán megértettem vele, hogy én ezt szeretem. Az eleinte közös edzésnek tervezett programra Balatonlelléről, Hévízről, sőt Mariborból is jelentkeztek boxolók, így inkább egy tét nélküli tornát tartottak a kanizsai rendezők. Olyan sok nevező lett, hogy úgy gondoltuk, hogy csinálunk belőle edzőmérkőzéseket. Ezek nem hivatalos mérkőzések, bírók fogják vezetni, de nincs se eredményhirdetés, semmi, egy sparring, egy edzés keretében fog ez lezajlani. A tét nélküli összecsapásokon végül 46 versenyző mérette meg magát, köztük 19-en képviselték a házigazda kanizsai klubot.